Székesfehérvár idén-nyáron is gazdag programkínálattal várta az érdeklődőket, beleértve a királyi napokat és a Fezen Fesztivált, amelyek nagy népszerűségnek örventek, mind a helyiek, mind az ide látogató külföldi és belföldi turisták körében. A vendégek a város nevezetességeit is előszeretettel fedezték fel kirándulásaik során. Evszegő Krisztina, a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, hogy Székesfehérvár mindig is kedvelt úticél volt, köszönhetően kulturális és történelmi örökségének, valamint a színes programoknak, melyek folyamatosan vonzák az ide látogatókat, és ez a számokban is egyértelműen megmutatkozott. A nyár folyamán minden hétvégére hirdettünk meg programot, összesen 20 programot hirdettünk, több mint 500 résztvevővel mentek le ezek, és ezen kívül még a Sóstó Látogatóközpont is zajlott az élet, nagyon sok látogató volt. A Vidi Múzeummal együtt összesen 4 nyári tábort szerveztünk sok-sok résztvevővel, és ami még egy számunkra irányadó és érdekes adat, ez a Turinform iroda betérő számok. Itt azt kell mondjam, hogy nagyjából a tavalyi évhez hasonlóan alakult ez a szám. A nyári három nyári hónap folyamán 7000 betérő, személyes betérőt regisztráltunk a Turinform irodában. A nyár sláger programja, amely a Turinform iroda szervezésében zajlott, a Panoráma busz volt, amivel az április közepén felavatott Alba Arénát tekintették meg az érdeklődők. De a Borivár és a Fáklyás esti séták is nagy népszerűségnek örventek a városba látogatók körében. Az ősz beköszöntével sem lesz ideje tétlenkedni a Turinform irodának, hiszen számos osztálykirándulást kell lebonyolítsanak a tanévben. Ilyenkor elsősorban az osztálykirándulókra fókuszálunk, tavasszal és ősszel. Külön komplex programcsomagot állítunk össze, amelyben belváros bemutatása mellett kisvonatozás és Sóstó Látogatóközpont, illetve ott túra, és még ezt összecsatoljuk a Vadvédelmi Központtal is, tehát nagyon fontos, hogy ilyen csomagok gondolkozunk, és partnerekkel együttműködésekben gondolkozunk. A borok és a vonatok kedvelőinek örömére október elején a Turinform iroda különleges programmal készül. A Móri bornapok idején a MÁV nosztalgia gőzöse érkezik a város vasútállomására, majd indul tovább Móra. Emellett közeledik a lecsófőző vigasság is, és az év folyamán még számos izgalmas program várja az érdeklődőket a városban.